Köszönöm szépen, köszi! Sziasztok! Jó reggelt! 2023. szeptember 2-a van, és a két hónapos nyári szünet után ismét teljesítményt túrázok. Két év szünet után ismét Vadrózsán indulok. 7 óra van, 6 óra 58-kor volt a rajt. Vadrózsa 50-52 km, ha jól tudom. A kotrógéptől indultunk. A frissen kelők, korán kelők már úton vannak. Hát tartsatok velem, a mai túrán is remek időnek ígérkezik. Reméljük, hogy ki is tart a túra alatt. Az elején még aszfalton tolom, és utána jobbra alászedem földútra. Tavaly kimaradt, egyéb okok miatt. Most viszont újra itt vagyok. Vadrózsa 50. Letértem időközben a műútról, hál' Istennek, nem kellett sokat ballagni rajta. A látkép a szokásos. És megnéztem időközben, egész pontosan 51,5 km, 1937 méter szintemelkedés. Az első ellenőrző pont feltételes, kopasz egy oldalánál lesz. 7 óra 26. A feltételes ellenőrző pont kopaszig oldala. Ott lesz a következő ellenőrző pont. Somlyóhegy. Úton a korrektű jelölve. Szalagozva nem lehet eltévedni. Hát megvalom a frankót, hogy jó lesz már bemenni az erdőbe. Nagyon jó idő van. Szakad rólam a víz. Nos, akkor itt azért kellemesebb ballagni a hűvösben. Még mindig a Somlyóhegy tetejére ballagok. Hét óra 53, második ellenőrző pont. Sziasztok! Picit eltévesztették a feltételes ponton. Ennyi, így van. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszi, kitartást! Tűz tovább, még hozzá, széles kő, hoppá, vagy közismertebb nevén, Apci tengerszem.
előttem a nagyhársas, a geodéziai torony a tetején, oda majd visszafelé kell felkapaszkodni, még mindig az Apci tengerszem felé tartok. 8 óra 9 perc. Itt van a tengerszem. Köszi, sziasztok! Sziasztok! A nagyhársas lábánál vezet el az út az Eszter forrás felé. Még mindig a piros keresztjelzésű turista úton ballagok. Kilenc óra 13, és itt vagyok az Eszter forrásnál. Sziasztok! Hello. Most berobogok Szurdapispekibe, és utána irány a Muzsla. 9 óra 45, és itt vagyok a pincéknél. Volt egy csap, kicsit megmosakodtam, feltöltöttem a vízkészletet, és tűz tovább. 17 kilométer eddig. Átkelek a Diós-patakon, és ahogy mondtam, onnan kapaszkodás fel a Muzslára. Szurdapüspökitől a Muzsláig 7 kilométer az út, és végig emelkedik 805 méterre, és tartok most 423 méteren. Tehát közel még 400 méter szint emelkedés vár rám. Tizenegy óra 19, itt vagyok a csúcson, eltoltam Muzsla, 805 méter. És lent a nyerekben lesz az ellenőrző pont. Sziasztok! Itt egy párszor át kell kelni a patakon. Meg is kezdem azonnali hatálya első alkalommal. De úgy látom, hogy nem csak patakon, hanem kidőlt fákon is keresztül kell mászni.
Sziasztok! Az egyik víz, a másik. A prédikáló tető ellenőrző pontot hagytam el az imént. Továbbra is a zöld jelzésen ballagok. Következik a Jánosvára. Ott egy kellemes leereszkedés lesz ezen a meredek részen. És utána következik a nagyhársas feltételes ellenőrző pont. Az idő 12:36. Távolság 28,7 km. Megérkeztem, és itt próbálok leereszkedni. De nem szeretnék gyorsabban leírni, mint ahogy szándékomban áll. Távoli pont a Muzsla, remélem, hogy látni. Az volt mai túránk legmagasabb pontja. És ott a nagy hársas. Még oda kell felballagni. Az Eszter forrásnál frissítettem a vízkészletem. Bedolgoztam bőr alá egy fürt szőlőt, és most kirobbanó formában húzok a torony felé. Kicsit lelassultam, de ez szinte mellékes. Még ez van, nagyhársas. Tizenöt óra 12. Feltűnt a torony. Hát, kellemes volt eljönni. És van ellenőrző pont. Három a megtett távolság, 40,7, jó, 600 méter belefér. Sziasztok! Ott a Somlyó, és ami nagyon jól hangzik, ott a völgyben, Rózsaszent Márton. Nincs is olyan messze már. Tizenhat óra 11. És az utolsó ellenőrző pont, Pincék. 46,9 km. Sziasztok! Innen van Vörösborfehér. Sikerült szintidőn belül teljesíteni a túrát 10 óra 1 perc alatt. Az úton hál' Istennek nem történt semmi probléma. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem, találkozunk a legközelebbi túrán is. Addig is az Isten áldja meg mindenkit minden jóval. Sziasztok!